társadalom jelenlegi helyzetében mindenképpen alapvető szükséglet és igény, hogy egy ilyen típusú csomagot nyújtsanak a szolgáltatók. Ezt akár szabályozott keretek közt is elfogadhatónak tartom, hogy ennek a nyújtását megvalósítsuk. Ez azt jelenti, hogy az állam szabályozna? Akár állam is szabályozhatja, viszont mindenképpen figyelembe véve egy szolgáltatók által egyeztetett ár és értékarányt, amiben a kábel szolgáltatók egy piaci alapon is elfogadható feltételrendszer keretein belül tudják ezt a szolgáltatást nyújtani, tehát ne szenvedjenek csorbát azok az érdekek, amik az egyéb piaci eredetű szolgáltatási csomagoknak a reális megjelenését is tükrözik. A kábelszolgáltatók most is nyújtanak többféle internetcsomagot, mondjuk a legkisebb nem felelhetne meg ennek? De szerintem maximálisan közelíthetne a jelenlegi legkisebb csomagoknak a szolgáltatási tartalma ahhoz a minimum szolgáltatáshoz, amit esetleg szociális vagy nagycsaládos szolgáltatási csomagnak lehetne nevezni. Részemről ez akár ilyen 3-5 megabit per szekundumos csomagokban is elképzelhető, esetleg valamilyen adatkorlát beépítésével lehetne ezt kicsivel olcsóbbá tenni a piaci rétegnek, vagy ezen piaci szegmensnek a számára. Ön szerint nem lenne kifogásolható, mondjuk, hogy egy állami szabályozás szülessen erről állami támogatás nélkül? Én úgy gondolom, hogy minden kábelszolgáltatónak az az érdeke, hogy minél nagyobb spektrumot átfogjon a szolgáltatási piacáról, ezáltal minél több családnak az otthonába eljusson és bevezesse a szolgáltatását. Az, hogy egy ilyen kis csomaggal is el tud indulni, és nagyon sok emberhez el tud jutni, ez mindenképpen a szolgáltatók számára is nagyon jó és alapvető érdek. Én ezt az egy szempontot emelném ki, hogy mindenképpen úgy kell, hogy történjen, hogy ne kényszerítse ez a szolgáltatókat felesleges hálózatépítésekre, esetleg aránytalan és meg nem térülő hálózatfejlesztési szakaszok kiépítésére. Abban az esetben, ha ezt az alap területeiken meg tudják tenni, abban a szolgáltatási környezetben, ahol jelenleg is működnek, akkor ez mindenki számára egy elfogadható és üdvözölhető dolog lenne. Kisvállalkozóként dolgozom, tehát kis szolgáltatóként, hogy aki helyben van, őt kellene támogatni, nem a nagy szolgáltatókat. Ha eddig nem akarták megcsinálni, akkor valószínűleg ezután sem fognak odajönni, meg van egy kiépített hálózatunk, amin sokkal kisebb fejlesztéssel meg lehetne valósítani ugyanúgy a 30 megás internetes elérést, amit a kormány kitűzött célul. Hát az internet előfizetésnek jelenleg csak akkor adó terhe van az országban, mint bármi másnak, a 27% áfa közvetlenül. Hát örülünk, hogy már nem akarnak plusz adót kivetni, de inkább csökkenteni szeretnék. Valójában a távközlési vállalkozásokat sújtó egyéb adókat kellene csökkenteni, és ezeken keresztül minden szolgáltatásnak tudna csökkenni az ára, illetve a technológiai versenyen olyan járt tudnának szivárogni az árakba is, amelyek most nem tudnak megtenni, vagy nem tudnak megtörténni. Tehát az egyre növekvő adóterhek, amelyek gyakorlatilag minden területen jelentkeznek, rejtve és burkoltan, azok az árak csökkenését teszik lehetetlenné. Tehát ha az állam visszavonulna az adóztatásból, akkor automatikusan drasztikus árarány csökkenés következne be, illetve árarány javulás, és ezzel árcsökkenés következne be az internet árában is. Ez akár azt is jelenthetni, hogy rögtön egy alap vagy szociális csomagot is tudnának kínálni egy nagyon mérsékelt áron, mondjuk a szolgáltatók? A legtöbb szolgáltatónál 1-2 ezer forintért a mai napon is van csomag, amely elérhető. Ez ahhoz, hogy alapvető tájékozódást lehessen szerezni, elég. Ahhoz, hogy munkaeszközként lehessen használni a netet, az még nem. De úgy gondolom, ez nem is szociális kérdés, ez már munkaügyi kérdés. Ha az otthoni munkát kívánjuk elősegíteni, a legegyszerűbb módja, ha ezt központilag támogatjuk.